Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit, Jela Jászmin Grész vagyok. Mutatom, mit kínálunk a következő percekben. Színes forgatag közepette gyújtották meg a negyedik gyertyát. Karácsony a felekezetekben. Jótékonysági adventi koncertet tartottak a katolikus templomban. Meggyulladt a negyedik gyertya a város adventi koszorúján. Az ünnepi pillanat idén a Völgységi Advent rendezvény sorozatának részeként jött el, az egyházak képviselőinek áldása mellett. Az idei program a szórakozás, az ünnepség és a jótékonyság jegyében zajlott. Jó zene, színes fények, forradból és vidámság várta az advent végét jelentő utolsó gyertya meggyújtását a Völgységi Advent rendezvényén. Az idei esztendő lehetőségei nem engedték meg, hogy minden hétvégén programokat szervezzenek, de a záróakkordra egy nagy közös összefogással készültek kulturális szervezők, civil szervezetek, és ekkora időzítették az ilyenkor szokásos jótékonysági akciók lezárását is. Azok a jó kezdeményezések és azok az előremutató és előrevívő programok, amelyeket egyébként a város intézményei is külön-külön megvalósítottak, akár a cipős dobozgyűjtő akcióra, vagy éppen a civil oldalt nézzük az Angyalhívó Egyesület tekintetében, ugye tavaly évben is egy nagyon sikeres adventi programot varázsolt. Az idei évben ezeket a sikeres kezdeményezéseket szerettük volna egy városi programon megmutatni, és egy olyan rendezvényt megvalósítani, amely nyilván nem csak a bonyhádiaknak, hanem a Bonyhád környékieknek is szól, hiszen az a karitatív jellege mai Völgységi Adventnek, amely a cipős dobozgyűjtő akció, illetve a zsákba angyal kapcsán is előtérbe került. Ugye a bonyhádiak mellett a Völgységben élő nehéz sorsú családokat is támogatja. Mint ahogy az imént már erről szó esett, a rendezvényhez kapcsolódóan zajlott a cipős doboz akció, illetve az Angyalhívó Egyesület jótékonysági programja is, melyre idén jóval több felajánlás érkezett, mint az elmúlt esztendőben. Rendkívül hálásak vagyunk mindazoknak a környékbeli és helyi vállalkozóknak, akik megkerestek minket, és még az utolsó pillanatban is hoztak utalványokat, illetve ugye felajánlott termékeket. A tavalyi évben 150 zsákba angyalt tudtunk összehozni, idén ez a duplája volt, tehát hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok felajánlás érkezett, és látszik az embereken, hogy oda jönnek és vásárolnak, és hogy nagyon szívesen adakoznak az emberek. Cipős dobozunk is, ha jól láttam, akkor már elég sok van. Mi most már a holnapi napra tervezzük, hogy elindulunk és kiosztjuk, ugye itt Bonyhád elsősorban és a környékbeli településeken, illetve ha megmaradt, ha marad meg zsákba angyal, akkor nyilván azt is ki fogjuk osztani. A lángot ezúttal is Filóné Ferenci Baja polgármester és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a térség országgyűlési képviselője gyújtotta meg az összefogás jegyében, mint ahogy ez jellemezte a program egészét, hiszen a város mellett számos civil szervezet és intézmény is részt vett a szervezésben és lebonyolításban. Most már évről évre kedves hagyománya a bonyhádiaknak, hogy itt a megújult kaszinótéren tudunk találkozni, és együtt ünnepelhetjük, vagy várhatjuk a karácsony, csak úgy, mint a keresztény világ kisebb-nagyobb települései mindenütt a világban. Szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek, mindenek előtt az önkormányzatnak, az Angyalhívó Egyesületnek, a múzeumnak, illetve a Városi Könyvtárnak, hogy megszervezték számunkra ezt az adventi vásárt, illetve lehetőséget teremtettek arra, hogy ünnepélyes keretek között kötetlen hangulatba forralt bort, illetve teát fogyasztva, kóstolgatva a helyi termékeket együtt tudjunk itt ünnepelni. Újra bizonyította ez a település, hogyha összefogunk, akkor bármire képesek vagyunk együtt, és kevés pénzzel is, még több pénzzel még inkább nagyon sokat tudtunk fejlődni,
mindazért, hogy az itt élő emberek büszkék legyenek erre a településre, büszkék legyenek a városokra. Remélem azt, hogy a következő év is ilyen sikeres lesz, és jövő évben minél többen újra itt tudunk lenni, úgyhogy ehhez kívánok mindenkinek boldog karácsonyt és boldog új esztendőt. Az egyházak képviselőinek áldása mellett gyulladt fel a szeretett lángja a völcségi advent koszorúján. Amikor fellobban majd a negyedik gyertyaláng, éljük meg együtt, hogy szeretni jó, szeretve lenni jó, de a leghatalmasabb, amikor Isten szeretetét fogadjuk be szívünkbe. A Bonyhádi Énekkarok közös műsora tette ünnepélyessé a negyedik gyertya meggyújtását a Völcségi Advent rendezvényén. A következő percekben Aradi András evangélikus esperes, Mészáros Zoltán református lelkész és Vígant István katolikus plébános osztja meg a karácsonyi időszakkal kapcsolatos gondolatait. Karácsonykor nálunk szenteste este 6 órakor lesz istentisztelet, ahova gyülekezet nagy része ilyenkor szokott eljönni. 25-én délelőtt 10 órakor lesz úrvacsorai istentisztelet, 26-án pedig német-magyar nyelvű istentiszteletünk lesz szintén 10 órakor. Karácsony a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, és természetesen itt a Bonyhádi Evangélikus Közösségben igyekszünk ugyanúgy megélni minden évben Jézus Krisztus születésének ünnepét. Talán az egészben a legfontosabb az üzenetként, hogy Isten emberré lett, és ez az üzenet minden évben elhangzik. Ahogyan minden évben ugyanaz az üzenet elhangzik, mégis minden karácsony más-más mondani valóval jön elénk. Mostani karácsonyon a decemberi igénk így hangzik: akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduca gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. Ez az ige igazából arról a békéről szól, amire mindannyian várunk. És ebben a mostani esztendőben különösen is fontos, hogy ezt a békét megéljük a hozzánk érkező Isten közelségében. Az embernek fel kell ismernie, hogy nem csupán egy kisgyermeket ünneplünk karácsonykor, aki megszületett, hanem igazából azt az Istent, aki emberré lett, de ugyanakkor a világon uralkodik. Az, hogy ő uralkodik, az reményt és vigasztalást ad mindannyiunknak arra, hogy elérhető az a béke, amely az ő szeretetéből fakad. Ezt a szeretetet szeretnénk hirdetni ezen a karácsonyon is. Ilyenkor többféle szentmisét is tartunk, pásztorjátékkal is ünnepeljük, gyerekek készültek erre a pásztorjátékra, természetesen van évféli mise, természetesen karácsony napján is ünnepi miserendet tartunk, és a bonyhádi szokásoknak
megfelelően karácsony másnapján megáldjuk a jubiláns házaspárokat. Karácsony mondani valója végül is, ugye Jézus születését ünnepeljük, amit János evangéliuma kicsit sajátos módon is megfogalmaz, hogy az igazi világosság jött a világba, és hogy vannak, akik fölismerték ezt a világosságot, és akik hisznek az ő nevében, ez a keresztény közösség, és nekünk is ezt a világosságot kell keresnünk ebben a karácsonyi ünnepben. Meg kell látnunk valami nagyot a megszületendő kicsiben, hiszen az Isten egy kisgyermek képében jött el hozzánk, és a kicsiben kell fölfedeznünk a nagyot. És amikor fölfedezzük a kicsiben ezt a nagyot, akkor számunkra is megjelenik az Istennek a dicsősége, amiről az angyalok énekelnek a betlehemi történetben is. Karácsony üzenete ugye mindenképpen a fény ünnepének is tekintjük ezt, és egy tőmondatban szeretnénk összefoglalni akkor az a karácsony üzenete, hogy kis fény és nagy világosság. Karácsony evangéliuma írva található a Máté írása szerinti Szent Evangélium első részében, annak 20. és 21. versében. Az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Kedves testvérek, a karácsony üzenete ebben az esztendőben a Máté evangéliumából szól hozzánk. Máté evangélista azzal kezdi, hogy Jézus nevét adja elénk, azt a nevet, amely azt jelenti szabadító. Jézus a szabadító. De íme itt van előttünk egy másik név is, Immánuel. Ez a beszédes név pedig azt jelenti, velünk az Isten. És milyen érdekes, az evangélium ezzel a mondattal kezdődik, velünk az Isten, és a legvégén, az evangélium utolsó mondatában pedig Jézus Krisztus ígéri, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezzel kívánok Istentől áldott békés karácsonyi ünnepeket, Immánuel, velünk az Isten, hívjuk szeretettel testvéreket a református istentiszteletre, karácsony ünnepén vasárnap 10 órai kezdettel tartjuk az istentiszteletet, előtte pedig szenteste, szombaton délután 4 órai kezdettel. Isten legyen velünk. Áldás, békesség! Évértékelő beszélgetést készített stúdiónk Filóné Ferenc Ivolya polgármesterrel, aki elmondta, az idei esztendő számos olyan fejlesztést hozott a város életében, mely egyrészt növelte az itt élők komfortérzetét, másrészt olyan ikonikus épületet is érintett, mint a Percelek temetkezési helye, és ebben az Elmer Vojnics kápolna. A legnagyobb kihívást az energiaárak változása okozta, mely jelentősen átformálta a város költségvetését. A jövőre nézve arról szólt, az idei évhez hasonlóan megfontolt gazdálkodásra lesz szükség. Természetesen szeretnénk továbbra is fordítani olyan célok megvalósítására, ami mindannyiunk közös érdeke. Itt gondolok elsősorban a Bonyhádon működő civil szervezetekre és sportszervezetekre. A civil életet amúgy is nagyon megtépázta és nagyon megsínlették azok a covidos időszakok, amikor már semmit nem lehetett közösségben megélni, és én úgy gondolom, hogy
ennél nincsen fontosabb egy városban, mint hogy az emberek érezzék, hogy valahova tartoznak, közösségeket alkotnak, és magukénak érzik azt, amiért mi közösen dolgozunk. Mert hogy nem önmagában az önkormányzat magának végez bármit, hanem az itt élő lakosság érdekében. És az ő számunkra én azt gondolom, hogy mindenképp kell forrásusson ahhoz, hogy ők tovább tudjanak is úgy működni, ahogy egyébként nagyon büszkévé tesz, ahogy működnek. Az idei évet mondhatjuk azt is, hogy jubilómi év volt a városban, hiszen számos civil szervezet jubilált 15-20-35 éves jubileumot, amik azért már egy civil szervezet életében elég jelentős időszak. Ilyen volt például a Bonharder Nachrichten, ami ugye a német nyelvi újság, amit a német önkormányzat ad ki, de a 20 éves felvidéki jubileumot is ide sorolom, akik ugye az egyesület élén, a kórus tagjai is nagy örömmel és nagyon méltó ünnepségen tudtunk közösen megünnepelni. A Krenzlen 35 éves jubileumát ünnepülte, tehát én azt gondolom, hogy ezeknek súlya van, ez fontos, ez olyan érték, amire muszáj lesz, és örömmel is fordítunk jövőre mindenképpen. A beszélgetést teljes hosszában a december 30-ai adásunkban tekinthetik majd meg. Számos énekes hangja zengte be a bonyhádi katolikus templomot az adventi hangversenyen. A hagyományos programon helyi gyerekek és felnőtt kórusok léptek fel. A templom bejáratánál elhelyezett persejbe pedig az egyházi épület tető felújítására adakozhattak a betérők. Most a koncertből mutatunk egy rövid részletet. Megtelt a bonyhádi katolikus templom a hagyományos adventi koncert alkalmával. Az ünnepi eseményt a település plébánosa Vigand István nyitotta meg. Ez az idei advent nyilván sok mindenben nagyon hasonló, mint az összes többi advent szokott lenni. Készülődés, eljövetel, karácsony eljövetelére készülünk. Másrészt vannak különlegességei ennek az idei adventnek. Kicsit kevésbé fényességes, kicsit kevésbé forralbortól hangos, de talán bensőségesebb, mint ahogyan megszoktuk az elmúlt években vagy évtizedekben. Különleges ez az advent abban is, hogy az idén, mivel karácsony vasárnapra esik, ezért a leghosszabb, a lehető leghosszabb az idei adventünk, szóval van bőven időnk a készülődésre. Ennek a készülődésnek az egyik jeles alkalma ez az adventi koncert. Vegyünk részt ezen is imádságos lélekkel, készülve Jézus születésére, készülve Jézus második eljövetelére is, készülve a saját életünknek a lényegi pontjaira. Köszönöm szépen, hogy eljöttek együtt énekelni, együtt ünnepelni és együtt imádkozni. Szép estét kívánok mindenkinek! Álladik a fenyőfácska odakint az erdőn, ragyogó lesz ruhája, ha az ünnepeljön. Csillag röppen, hegyére gyertyalánk gyalogban, dallal várják, s örömmel boldog otthonokban. Jenei Jászmin, a Bartók Béla Zeneiskola növendéke. Én egy versmegzenésítést fogok énekelni, Álmodik a fenyőfácska a címe, és gitáron fog kísérni Szabó Gergely Zsölt, és zongorán pedig a tanárnő, Ocsai Anna Mária. Először is nagyon jó az akusztika, nagyon szeretem. Meg hát úgy azért jó itt a sok ember, meg mindenféle előtt, nagyon rendben. Álmodik a fenyőfácska odakint az erdőn, ragyogó lesz ruhája, ha az ünnep eljön. Csillag röppen, hegyére gyertyalánk gyalogban, dallal vágják, s örömmel boldog otthonokban. Álmodik a fenyőfácska odakint az erdőn, ragyogó lesz ruhája,
Felvidékiek Egyesületének kórusa is fellépett az eseményen. Már nagyon-nagyon régóta hagyományos rendezvénye Bonyhádnak, és mi mindig részt vettünk rajta. Nagyon nagy örömmel és megtiszteltetéssel vesszük a meghívást. Köszönjük szépen! Hát mindig szép felvidéki népénekekkel készülünk, és egy kis csokorral, ami kis világzene, szóval kobolyzenei kórusművekkel, két szólamú kórusművekkel, és szeretnénk, hogyha örömmel vennék a műsorunkat. Ősszel mindig erre készülünk, hogy szépen jól sikerüljön a műsorunk. Anya vagyok, pásztorok, ne féljetek! Ottan fekszik a jászolba, Kisded Jézus, Kisded Jézus. Az adventi koncerten minden évben valamilyen jótékonysági felhívást tesznek közzé. Idén a templom tetőszerkezetének felújítására gyűjtöttek. Évek óta probléma van a templom állapotával, és szeretnének egy komolyabb felújítást, úgy tudom, elvégezni a templomban, és tehát a lehetőségeinkhez mérten hozzájárulunk valamennyien ehhez. A Széchenyi István Általános Iskola gyermekkórusa is bemutatta, mivel készültek az ünnepi időszakra. Csak rohanunk mindig száz felé, de hova jutunk, és mi a szél. Egy boldog perc néha többet ér, mint szavak, mint elfúj a szél. De mint minden évben, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium kórusa is képviseltette magát. Jézus, 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 te három dallal készülünk, közülük kettőt vegyes kórussal éneklünk, fiúk is, meg lányok is énekelnek, és a középső dal egy bölcsődal lesz, az evangélikus énekeskönyv egyik legszebb karácsonyi dala. Jászolban a szalmán földolgozva, a női kar adja majd elő felemelő, és amíg csak lehet, ehhez ragaszkodunk is, hogy legyen annyi diák, legyen annyi kedv és erő bennünk, hogy itt lehessünk ilyenkor. A kórusvezető hozzátette, a környéken is egyedülálló ez a bonyhádi ünnepség. Hogy hagyományos, de rendkívüli ez a bonyhádi, mert hogy itt a különböző felekezetek és a nemzetiségek nem külön-külön ünnepeket tartanak, hanem egy helyen jövünk össze, és együtt ünnepeljük a közelgő ünnepet. A koncerten összesen 9 csapat énekelt, köztük voltak még a Völgységi Néptánc Egyesület növendékei és népdalköre, a Székely Kör kórusa, a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület kórusa és a Karisz Kamara kórus is. Az eseményt egy össznépi énekléssel zárták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!